egy kis kocak simogatás lehet, hogy nem sajnos a kocak, de én megnézem, jó? Általános rosszulét, levertség és fejfájás. Ezek a legjellemzőbb kezdőtünetei annak a vírusnak, amit az elmúlt napokban egyre több gyermek kap el idehaza. A kor mellékhatásaként láz és hasmenés is kialakulhat. Ezek fertőzéses eredetű betegségek, az esetek nagy részében vírusok a kórokozók, rota, adeno, kalici, enterovírusok, és ezek nem csak szennyezett élelmiszerrel, sőt nem elsősorban szennyezett élelmiszerrel vagy széklettel terjednek, hanem légutakon keresztül. A néhány nap alatt megszűnő tünetek legtöbbször maguktól elmúlnak, a szervezet immunrendszere ugyanis képes legyőzni a vírust. Ám például bélflóra pótlóanyagok szedésével gyorsítható a gyógyulás folyamata, ezt már egy másik házi orvos mondja. És amikor a hányás már elmúlt, akkor utána a zsír, fűszer, szegény, illetve tejmentes étrend adása mellett a bélflóra pótló vagy probiotikus kezelés kiegészítésével ez a dolog néhány napon belül, vagy esetleg max. Egy héten belül rendeződni fog. A szakértő szerint nagyon fontos a folyadék utánpótlás a kiszáradás elkerülése érdekében. A legrosszabb mindig az első egy-két nap, amikor a hányás jelentkezik. Ugye, hogyha hány a gyerek, akkor nagyon nehéz szájon keresztül a folyadékbevitel. Ilyenkor nagyon ügyesen, nagyon óvatosan, apró kortyonként kell a hideg folyadékot bejuttatni a gyerek szervezetébe. Ennek még van esélye arra, hogy a gyerek nem fogja kihányni. Minél nagyobb mennyiséget iszik meg egyszerre, vagy esetlegesen ez a folyadék meleg, annál nagyobb a valószínűsége, hogy ez vissza is fog jönni az indulási oldalon. Az orvosok szerint tehát hiába lehet rémisztő a hirtelen hányással és hasmenéssel járó vírus. Az valójában néhány nap alatt leküzdhető, a rendszeres folyadékutánpótlás viszont elengedhetetlen a gyors gyógyuláshoz.